újjászületik a Nemzeti Levéltár épülete. A Nemzeti Tehetségprogram számára is felajánlható az adó 1%-a. Nem csak az emberekre, de a házi kedvencekre is veszélyesek a kullancsok. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják, 19 óra van. Csökkent a napi esetszám. Az elmúlt 24 órában 1253 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon, és meghalt 183, többségében idős krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma a kormányzati portálon közzétett adatok szerint meghaladja a 254 ezer főt. Jelenleg 6360 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen. Közben folyamatosan zajlik a koronavírus elleni vakcinák beadása. Az országos tisztifőorvos közlése szerint elérkeztünk oda, hogy bárki számára elérhető a védőoltás Magyarországon. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, az eredményes vakcina beszerzéseknek köszönhetően kedden már megérkezett 480 ezer Sputnik V és több mint 355 ezer Pfizer vakcina. A héten még legalább 343 ezer adag AstraZeneca vakcinát is várnak. Most már Magyarországon is széles palettán rendelkezésre áll az a védőoltás mennyiség, amellyel mindenki egyenként védetté válhat. Eddig csak nem 3.680.000 embert, csak nem látom a végét a szavaknak. Eddig csak nem 3.680.000 embert oltottak be itthon. Müller Cecília arról is beszélt, hogy az elmúlt héten 35%-kal csökkent a fertőzöttek száma, ami többek között annak is köszönhető, hogy sokan be vannak már oltva. Újra gyerekek táborozhatnak majd Csillebércen, az Erzsébet táborok keretében. Az országgyűlés döntése szerint ugyanis a tábor az Erzsébet alapítvány tulajdonába került. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter közölte, a kormány 2015-ben szerezte vissza a csillebérci gyermektábort. A mintegy 50 hektáros táborhelyet felújítják, ezt követően évente több tízezer gyermek táborozására ad majd lehetőséget. Újjáépítik a Nemzeti Levéltár II. Világháború után felrobbantott tornyát, valamint a Petsz Samu által még a két világháború között megtervezett épületbővítés is megvalósulhat. Az új épület részben kap helyet a Levéltár látogató központja és információs pontja, mellette pedig egy parkot is kialakítanak majd a végül lebontott teherelosztó helyén. Így robbantották fel a II. Világháború után a Nemzeti Levéltár tornyát a Budai Várban. Bár helyre lehetett volna állítani, akkor azonban mégis inkább úgy döntöttek, hogy a földdel teszik egyelővé az építményt. A korábbi torony az épület hozzánk közelebbi esőszárnya mellett futott végig. A tornyot most eredeti helyén építik vissza. Az ikonikus torony helyreállítása a Nemzeti Haussmann program részeként valósul meg, és elsősorban turisztikai célokat szolgál majd. Nyilván szeretnénk szervesen összekapcsolni az épülettel, viszont az is cél, hogy a turisták számára valami élményt is nyújtsunk. Nyilván lesz egy olyan típusú funkciója, hogy a turista vagy a látogató fölmehet a toronyba, és onnan a látványt megcsodálhatja a városra, viszont úgy kerül megépítésre, hogy közben a mi tereinket és kiállításainkat is megnézi, tehát szervesen összekapcsolódik azzal a történeti bemutatással, amit itt az épületben láthat ez az újonnan megépülő torony. A levéltár otthonának építése 1913 és 18 között zajlott. Az épület tervezője Petsz Samu volt, aki a levéltár jövőjére is gondolva a két világháború között egy új szárny megépítését is felvetette. A tervek azonban csak tervek maradtak, egészen mostanáig. A Petsz által megálmodott épületrész is hamarosan megvalósulhat. Így néz majd ki az intézmény új szárnya. Azt, hogy ez mekkora területen fog megvalósulni, ez nyilván még a tervezés kérdése lesz, hiszen azt szeretnénk átgondolni, hogy egy olyan látogatóközpont jöjjön létre, ami itt a várba látogatóknak, magyar állampolgároknak, külföldieknek bemutatja a magyar történelmet, és olyan programokat kínál, hogy méltó környezetben, megfelelő területen tudják megismerni Magyarország történelmét, a levéltár által őrzött dokumentumokat. A Nemzeti Levéltár raktáraiban rengeteg értékes dokumentumot tárolnak, ezek digitalizálása folyamatosan zajlik. Itt őrizzük a legkorábbi iratokat, a 1526 előtt keletkezett
okleveles anyagokat, 1107-ből származik a legkorábbi iratanyagunk, azt is itt őrizzük. Tehát ez tulajdonképpen a legrégebbi, legértékesebb okleveles iratanyagunk, a több mint 100 000 Mohács előtti oklevelet, és az 1867 előtt működő közigazgatási szerveknek az iratanyagait őrizzük ebben az épületben. Az intézményben egyre több írásos emléket tárolnak, így egyre nagyobb helyre van szükség. Éppen ezért Óbudán egy új, modern raktár épül majd meg. Ide kerül át a levéltárban őrzött dokumentumok jó része. Ha az új óbudai bázis készen áll, akkor kezdődhet el a II. Világháború után lerombolt torony és a régóta tervezett szárny megépítése, illetve a levéltár átfogó felújítása. A levéltár épülete olyannyira megőrizte a múlt nyomait, hogy az 56-os forradalom idején keletkezett golyónyomok máig látszanak. A tervek szerint nem csak ezeket a sérüléseket tüntetik majd el, de a gépészeti rendszert is korszerűsítik, illetve megújulnak az épület díszítései. Már elérhető a NAV családi kedvezmény kalkulátora. Ez az éves bevallás elkészítéséhez nyújt segítséget. A program kizárólag a megadott adatok alapján számol, ezért célszerű a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolások adatai alapján kitölteni, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. A kalkulátor használatát a sorok mellett elhelyezett súgóikonok segítik. Nem csak alapítványoknak és civil szervezeteknek, de a Nemzeti Tehetségprogram számára is felajánlható az adó 1%-a. A programon keresztül a fiatal magyar tehetségek támogathatók óvodáskortól egészen felnőtt korig. A Nemzeti Tehetségprogrammal utat nyitunk a sikerhez. A többi már a fiatalokon múlik. Fogalmazott Novák Katalin családügyekért felelős tárca nélküli miniszter a 2021-es Nemzeti Tehetségprogram részleteinek bemutatásakor. A program olyan tehetséges fiatalok támogatását teszi lehetővé, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, akár a sport, a művészet vagy a technológia területén, óvodás kortól egészen a fiatal felnőtt korig, határon innen és túl. Évi 350 000 támogatott fiatal, 200 000 éves egyéni támogató, az eddigi évek során 24 milliárd forintos támogatás a fiatal tehetségeknek. Egyéni ösztöndíjjal, tehát a Nemzet Fiatal Tehetségei Ösztöndíj pályázaton keresztül 5 év alatt 3700 fiatal támogatott tehetség. Van közöttük olyan fotós, akinek a fotóját a NASA publikálta már, mint a nap asztrofotóját. Van közöttük olyan kutatóorvos, aki a koraszülöttek intenzív terápiás ellátásának a korszerűsítéséért, fejlesztéséért dolgozik, és szép eredményeket ér el. Novák Katalin kiemelte, a Nemzeti Tehetségprogram nem csak állami támogatásból áll, hanem a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából is, így bárki támogathatja azt a 18-23-as technikai számon. Minél többen ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át a Nemzeti Tehetségprogram számára, annál több fiatal tehetséget tudunk támogatni. Évről évre a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból körülbelül 1 milliárd forintot kap a Nemzeti Tehetségprogram. Mi ezt központi költségvetési forrásból kiegészítjük jelentős mértékben. Ennek köszönhetően idén már 3,6 milliárd forinttal tudjuk segíteni a fiatal tehetségeket a Nemzeti Tehetségprogramon keresztül. A miniszter emlékeztetett, az NTP támogatja továbbá az országos középiskolai tanulmányi versenyt, a felsőoktatási szakkollégiumokat, illetve a diákköri konferenciákat is. A program újszerű kezdeményezése pedig a nemrég meghirdetett Stipendium Peregrinum pályázat, amivel annak kedvezményezettjei a világ legkiválóbb egyetemein tanulhatnak állami ösztöndíjjal. Novák Katalin elmondta, idén ősztől meghirdetik a vállalkozó fiataloknak szóló Start ösztöndíjat is, ennek részleteit később ismertetik. A rendezvényen a Nemzeti Tehetségprogram két támogatott fiatalja is bemutatkozhatott, Gyárfás Balázs gitárművész és Horváth Milán, a diákokat a matematika területén segítő Matinó alkalmazás fejlesztője. Polgár Judit, a program védnöke hangsúlyozta, a tehetséges fiatalok kibontakozásához nem csak anyagi, de szellemi támogatásra is szükség van. A tehetséget az fontos támogatni, és mindenki tegye úgy, ahogy tudja, erejéhez mérten, szavakkal, tettekkel, anyagiakkal, illetve a családban is, meg az edzőkben,
vagy az olyan szakemberek, akik benne vannak, azok tényleg tudják tenni a dolgukat, és a fiatalokat megtámogassuk, ahogy tudjuk minden téren. Novák Katalin és Polgár Judit hozzátette, a Nemzeti Tehetségprogram során a pedagógusok és a gyermekek fejlesztésében résztvevő szakemberek megbecsülése és támogatása is kiemelt szerepet kap. Három erdei szálláshelyet is felújított a Pilisi Parkerdő ZRT. A fejlesztések részeként a Budakeszi Arborétumban lévő faházat is korszerűsítették. Itt a tervek szerint júniustól fogadnak majd vendégeket. A felújításokra összesen 55 millió forintot fordítottak. Bűnügyi felügyelet alá helyezték azt a férfit, aki egy parkban erőszakoskodott egy nővel Óbudán. A férfi álprofillal regisztrált egy társkereső oldalon, ott ismerkedett meg a nővel, akivel egy parkos részen találkozott. Először csak ölelgetni kezdte áldozatát, majd a földre rántotta és megerőszakolta. A járókelők közbeavatkozása vetett véget a támadásnak. A 24 éves férfi korábban hasonló bűncselekmény miatt már volt büntetve. Nem csak az emberekre, de a házi kedvencekre is veszélyesek a kullancsok. Az apró vérszívók által terjesztett betegségek minden évben nagyon sok kutya és macska halálát okozzák. Éppen ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy főként a nagyobb séták után mindenki rendszeresen vizsgálja át házi kedvencét is. Házi kedvenceinknek is komoly betegségeket okozhatnak a kórokozókat terjesztő kullancsok. Mivel a kutyák, macskák sokkal több időt töltenek abban a magasságban, ahol a kullancsok élnek, vagyis az aljnövényzettel egy szintben, az ő esetükben sokkal nagyobb az esélye egy kullancs okozta fertőzésnek is. Főleg a kutyák esetében emelném ki a babéziózis nevű betegséget. Ezt egy olyan egysejtű parazita okozza, amit egy bizonyos kullancsfaj terjeszt. Ezt az angol nevét átvéve hívják mezei kullancsnak is. Azért mezei kullancs, mert hogy az erdővel ellentétben inkább nyílt területeken fordul elő, de ahol például a kutyát sétáltatnak, ott szinte biztos, hogy Magyarországon vannak ezek a kullancsok, és ezek a dermacentor vagy mezei kullancsok, ezek képesek arra, hogy a babézia nevű egysejtű parazitát ez bejutatja a kutyába. Ez egy ilyen maláriához hasonló betegség, és azt lehet észrevenni a kutyán, amely megfertőződött, hogy lelassul, ilyen kedvetlen, étvágytalan, nem akar mozogni, és esetenként még a vizelete is megszíneződik, mert a vörös vérsejteket robbantja szét, ugyanúgy, mint a malária parazitája. Jó hír viszont, hogy ez ellen van már hatékony gyógykezelési lehetőség, lényeg a gyors állatorvosi segítség, és a vérszívó azonnali eltávolítása az állatból, amint észrevesszük azt. Az idő tényező miatt én igazából arra bátorítanék mindenkit, hogy saját maga szedje ki a kullancsot, hiszen az állatorvoshoz, még ha nagyon gyorsan aznap el is tudunk menni, több óra eltelik, mire eljut a kutya, és pont ennél a babéziánál, a babézia kánisznál, tehát annál a fajnál, ami a kutyák babéziózisát okozza, kísérletesen vizsgálták, és néhány óra alatt is képes már sajnos bejutni ez a babézia kórokozó. Nem mindegy, hogy mekkora mennyiségben jut be, nem mindegy, hogy mennyi ideig hagyjuk vércívni a kullancsot rajta. Tehát amint lehet, távolítsuk el, szedjük ki a kullancsot, ez lenne igazából az alapszabály. A négylábúak esetében viszonylag egyszerű a kullancs elleni védekezés. A különböző cseppek vagy nyakörvek, amellett, hogy elriasztják a kullancsot, és így meggátolják azt a vérszívásban, sok esetben meg is ölik az élősködőt. Maximális védelmet viszont csak az adhat, ha kedvenceinket is rendszeresen ellenőrizzük, és ha kullancsot találunk bennük, azt azonnal eltávolítjuk. Van némi veszélye annak, hogyha valaki mondjuk egy vércívott kullancsról beszélünk, ami akár ilyen borsó vagy bab nagyságú is ugye lehet, hogy összenyomja, és akkor kifröccsen belőle ugye a vér, illetve a fertőző anyag. És a közelmúltban egyébként egy hazai beszámoló erről készült is, hogy tularémia baktériumaival fertőződött valaki, ilyen módon véletlenül szemébe fröccsent ez a vértartalmú anyag a kullancsból, tehát erre oda kell figyelni. Például egy nagyon, hát viszonylag biztonságos módszer, ha két papír lap közé rakjuk a kullancsot, és úgy nyomjuk össze, nyilván betartva a távolságot, és hogy ne fröccsenhessen ránk, és úgy lehet aztán kidobni őket. Ha valaki csak simán például lehúzza őket a WC-n, az nem öli meg őket, tehát a vizet nagyon jól bírják a kullancsok. Az Ökológiai Kutatóközpont további vizsgálatokat szeretne végezni annak érdekében, hogy minél pontosabban megismerje a külföldről behurcolt kullancspopulációt és az azok által terjesztett kórokozókat, és ehhez most az állattartók segítségét kérik.
Ha valaki a kutyája, lova vagy egyéb háziállata révén számára ismeretlen vagy gyanús kullancsfajjal találkozik, a kullancsfigyelő.hu honlapra feltölthet róla egy fotót, vagy magát az élősködőt is elküldheti a központnak. Ennek köszönhetően a szakemberek még több kullancsfajról és kórokozóról szerezhetnek pontos információkat. Köszönöm figyelmüket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a www.hegyvidiktv.hu-n. Minden jót, viszontlátásra!